szeretettel köszöntöm a 9.tv nézőit, ezúttal a Ferencvárosi Önkormányzati Hivatalból, ahol Baranyi Krisztina polgármesterasszonynál vendégeskedünk. Szeretettel köszöntöm Önt is, és köszönjük szépen a megtisztelő lehetőséget, hogy itt beszélgethetünk. Ugye, nem túl sok idő telt el még az önkormányzati választások óta, de mennyire sikerült megszokni ezt az új irodát, illetve mennyire mozog otthonosan már a hivatalban? Nem mondhatnám, hogy otthonosan mozgok még ez az iroda. Hát azért én szeretném egy kicsit majd a saját képemre formálni, meg átalakítani. Amikor először beléptem, akkor az volt az első gondolatom, hogy hozzá is kéne ennek ehhez kezdeni, de hát aztán elborítottak a feladatok, úgyhogy erre most nem került sor, valamikor majd talán a jövő év közepére lesz egy kicsi átalakítás, ami hát egy kicsit otthonosabbá, vagy az én képemre formáljuk egy picit ezt az irodát, sőt az is lehet, hogy az egész emeletet, ez még nincs eldöntve. Nem a legideálisabb ez az épület már. Tudom, hogy előjáróságnak épült eleve is egy nagyon régi ilyen funkciójú épület, de hát így a 21. században már elég sok baj van vele. Többek között például, hogy ventilátorokkal kell hűteni a szervereket az alagsorba, ami elég vicces és balesetveszélyes is. Szóval sem az épületben, sem igazából a hivatalban még nem érzem magam otthonosan, egy kicsit zavarban is vagyok, illetve egy picike tartást még érzek a hivatalból, ami felé márad. Most már nem mondanám el, nem mondanám azt, hogy ellenséges a hivatal velem, de egy kicsit még bizalmatlanok vagy tartanak tőlem, de azért ez egyre inkább javul, mert hogy szükségem van arra, hogy sikeres legyek, és rajtam keresztül ez a kerület sikeres legyen, ezért szükségem van itt az itt dolgozók támogatására. Azt pedig azt gondolom, hogy bizonyítással lehet elnyerni, tehát hogyha én is bizonyítom azt, hogy nem vagyok ellenséges, ennek a városnak a vezetésekor nem az ideológiák, vagy a párt érdekek vezérelnek, hanem azt, hogy egy jó kerületet csináljunk együtt közösen, nyilván az itt lakókkal és azokkal, akiknek meg ez a dolguk, és ezért kapják a fizetésüket. Majd visszatérünk a jelenhez, de egy picit tekerjük vissza az időt. Ugye ön 2014-ben indult el először az önkormányzati választásokon. Miért éppen Ferencvárosban? Nagyon egyszerű, mert itt laktam, itt a szomszédházban, a Bakás téren. 2009-ben költöztünk ide, és 2017-ben költöztünk el innen, úgyhogy adott volt, hogy itt induljak képviselőként. Én nagyon szerettem ezt a kerületet, és főleg a belső Ferencvárost nagyon szeretem. Ide született a fiam, itt jártunk a Markusovszky téri játszótérre, a Néru partra, itt jártunk a Kétegér könyvesboltba, a stúdiókába, a színházba, nemzetibe, műpába. Nagyon szeretjük ezt a belvárosi nyüzsgést és ezt a hangulatot, ami a Ferencvárosban van. És hát mióta képviselő vagyok, sokkal jobban megismertem a középső Ferencvárost a maga rehabilitációs csodájával, illetve a József Attila lakótelepet, a Szódit, ami egy ilyen szubkultúra, nem csak a kerületben, hanem szerintem Budapesten is. Ott egy olyan közösség van, amely párját ritkítja szerintem ebben a városban. Aki Magyarországon követi a politikát, azt szerintem láthatja, hogy az a nők azért eléggé alul vannak reprezentálva a politikában. Hogyan jut el mégis arra egy családanya, hogy részt vegyen ebben a dologban, és hogyan lehet talpon maradni, mondjuk különösen itt Ferencvárosban? Hát valóban én nem szerettem ezt a gender megközelítést. Szerintem valaki, ha dolgozik, és én sem azért nem gondolkodtam ezen, hogy politikus legyek-e vagy nem, hanem engem ez érdekelt, a közélet érdekelt, az, hogy formáljam a közéletet, az érdekelt a legjobban. Hogyha úgy tetszik, akkor, amit mindig ilyen nagyon lesajnálom mondanak, hogy a hatalom érdekli a politikusokat. Persze, hogy a hatalom érdekli, hiszen a hatalommal élve lehet jó dolgokat csinálni, vagy bármit csinálni és elérni. De azért azt látom, hogy tényleg nehezebb
nőként ebben a férfiak uralta világban, amit politikának hívnak, érvényesülni, és nem azért, mert szándékosan lenyomnák az embert a víz alá a férfiak, hanem egyszerűen azért, mert ahhoz vannak szokva, hogy egymás között intézik ezeket a dolgokat, és nem nagyon szokott ebben nő beleszólni, mert hogy a nők általában ki sem mondják a kételjeiket, inkább visszahúzódnak a konfliktusok elől, és próbálják a maguk csendesebb módszereivel elintézni a dolgokat. Na hát az itt nem megy. Tehát itt határozottan nagyon őszintén és nagyon hangosan kell megnyilvánulni ahhoz, hogy az embert észrevegyék. És hát ebben a testületben azért nem volt túl sok nő eddig sem, most meg sajnos még kevesebb van, ami nekem nagy fájdalmam, mert viszont azt vettem észre, hogy nőkkel sokkal könnyebb boldogulni, könnyebben elfogadják a világos érveket, azt, hogyha valami fekete vagy fehér, nem próbálják a végtelenségig megmagyarázni azt, ami védhetetlen vagy magyarázhatatlan. Úgyhogy talán ráférne nem csak erre a városra, hanem az egész országra, ha több nő lenne a politikában, és hát nem utolsó sorban azért, hiszen a Magyarországnak most már több mint fele nőkből áll. A többség, ha így nézzük, akkor az egy női többség. A politikában viszont, ha 10% körül vannak, akkor már sokat mondtam. De ebből a szempontból is küzdelmes volt az elmúlt időszak, vagyis nem csak a választások utáni, hanem ugye az azt megelőző képviselőként eltöltött időszak is. Hogyha röviden kéne összefoglalni, akkor szerintem nem mondok butaságot, azt mondom, hogy ez küzdelmes volt, de hogyha még kicsit bővebben kéne kifejteni, akkor most már milyenek a benyomások? Igen, elég rosszul értem meg, mert hogy nagyon sok támadást kaptam a képviselőtestületben. Azért a fideszes többség és a fideszes vezetők nem bántak velem kesztyűs kézzel, és most nagyon enyhén fejeztem ki magam. Voltam én hülye, ostoba, tudatlan, felületes, tanulatlan, valakinek a bábja, és ezek a szavak bizony így hangzottak el, meg még durvábban is, nyilvános testületi üléseken, hát így bántak velem, mert nem nagyon tudtak felelni azokra a felvetésekre, amelyeket én tettem, nem tudtak felelni azokra a napvilágra került korrupciós és más típusú politikai visszaélésekkel terhelt ügyekre, amelyeket én nyilvánossá tettem, és emiatt ahelyett, hogy magyaráztak volna, vagy jobbítottak, vagy változtattak volna, ehelyett inkább támadtak, és agresszívan próbáltak elhallgattatni. Úgy gondolták, hogy nincsen nehéz dolguk, hiszen én egy idő után már párt nélkül egymagam szinte ellenzékiként működtem ebben a testületben. A többi ellenzéki szereplő az vagy hallgatólagosan támogatta a fideszes vezetést, vagy hát nem nagyon mert nyilvánosan és határozottan megszólalni ezekben az ügyekben. Úgyhogy úgy voltak vele, hogy hát egy szem ellenzéki, aki ugrál, majd lenyomjuk és elhallgattatjuk, aztán valahogy nem jött be a számításuk. Igen, nagyon-nagyon sokszor egyedül maradt a küzdelemben, vagy egy-egy ügynek a vitelében. De aztán elkövetkezett a kampánynak az időszaka, hogyan állt bele ön ebbe a munkába, és gondolt-e arra, hogy tényleg meg fogja nyerni a választásokat? Vagy ez meglepetésként jött? Hát szerencsém volt, az, amit először szerencsétlenségnek éreztem, hogy az előválasztás miatt jóval korábban el kellett kezdenem kampányolni, hiszen már nyár közepétől valódi kampányt folytattunk, az előválasztási kampányt, és utána következett csak maga a választási kampány. Ez azért volt szerencsés, mert azok az emberek, akik ebben engem támogattak, és jó sokan voltak, dacára annak, hogy nekem nincsen pártom, rengeteg civil dolgozott az én kampányomban, ők, ha úgy tetszik, üzemi hőmérsékletre melegedtek az előválasztás során, és onnantól kezdve olyan profi kampányt tudtunk lenyomni, ami szerintem bármelyik párt megirigyelhetne. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz időszak volt, viszont
most így már nem úgy tekintek vissza rá, hogy mennyire sok munka volt és mennyire szenvedtem, hanem úgy, hogy egy olyan közösséget sikerült összekovácsolni, akik a mai napig mellettem vannak, támogatnak, és ez így lesz a következő választásokig is. Aztán ugye október 13-án megnyerte ön a választásokat. Ez meglepetés volt, és utána, gyakorlatilag másnap, hogyan élte meg ezt a dolgot? Nyilván biztosan nagyon nagy örömmel, de volt-e olyan érzése, hogy igen, ez azért tényleg nagyon kemény munka lesz? Nem gondoltam, hogy ekkora arányban fogok nyerni. Én szinte biztos voltam benne végig, hogy nyerni fogok, hogy polgármester lesz belőlem, de hogy közel 20%-kal kapok több szavazatot, mint a fideszes 9 évig regnáló polgármester, ez azért engem is meglepett. És abban a pillanatban valóban nagyon boldog voltam, tényleg nagyon nagy öröm volt, de már akkor úgy éreztem, hogy ez a nagyon nagy előny, ez egy olyan teher lesz, egy olyan bizonyítási kényszer került rám, és olyan óriási elvárásokkal fogok szembesülni, hogy nagyon nehéz lesz polgármesterként működnöm, mert tőlem már az első héten eredményeket várnak majd, illetve a testülettől is, akik az engem támogatók és az engem hatalomra segítő pártok képviselőitől is olyan munkát és olyan teljesítményt fognak várni, amit nehéz lesz teljesíteni. Egyrészt azért, mert én még soha nem voltam polgármester, tehát először azért valóban meg kell itt melegedni, meg kell ismerni, hogy ez pontosan mit jelent, hogy működik, hogy lehet működtetni, hogy lehet a politikát azt a mindennapokban is felépíteni, illetve azért, mert a képviselők is tényleg kettő kivétellel teljesen újak, és most látnak először belülről önkormányzatot. Tehát volt bennem, és még most is van egy kicsi félsz emiatt, hogy csiszolódunk össze, hogy fogjuk felépíteni azokat a stratégiákat, amelyeket gondolunk erről a kerületről, rövid, közép és hosszú távon, mi lesz itt a szociális bérlakások terén, vagy a városrehabilitáció terén, vagy a kultúra terén, egy év múlva, mi lesz három év múlva, mi lesz öt év múlva, ezeket közösen kell kitalálnunk, kidolgoznunk, és közösen kell végrehajtanunk is, és végrehajtatnunk a hivatallal is. Tehát ez egy olyan bonyolult és összetett dolog, amivel ha mi sikeresek akarunk lenni, akkor azonnal el kellett ugye kezdeni foglalkozni. Ráadásul az én politikám az mindig egy ilyen cselekvő politika volt. Tehát én nem gombot nyomogatni jártam be, meg nem a képviselőtestületi üléseken politizáltam elsősorban, hanem mindig folyamatosan dolgoztam, különböző ügyeket tártam föl és vittem a sajtóba, és ezért volt például teljesen természetes nekem az, hogy már 14-én reggel itt kezdtem az önkormányzat épületébe, mert hogy valóban kaptam olyan információkat, hogy itt mivel meglepte a fideszes vezetést ez a nagyarányú vereség, ezért arra készülhetnek akár ők, akár a hivatalban az őket támogatók, hogy itt iratokat semmisítsenek meg, vagy tüntessenek el. Én ezt meg akartam akadályozni, és tudtam, hogy erre egy módon van, hogyha a nyilvánossághoz fordulok, és a nyilvánosság ereje meg tudja akadályozni azt, hogy ilyesmi megtörténhessen, hogy törvénytelenséget követhessenek el, és ez így is történt egyébként. Úgyhogy, ahogy az előbb is mondtam, már másnap reggel itt kezdtem, és hát folyamatosan dolgoztam, bár jóval később lettem én jogerősen is polgármester, hiszen a Fidesz mindent megtett azért, hogy az összes jogorvoslati lehetőséget kimerítse. Végül ugye már bíróság állapította meg, hogy nem, én jogerősen polgármester vagyok, úgyhogy ez az eredmény, és ezt el kell, hogy fogadják. Igen, hogyan írta át az ön napjait az, hogy polgármester lett, ugye elmondta, hogy rögtön másnap már keményen belefogott a munkába, de azóta hogyan telnek a napjait? Azóta még keményebben, igen. Én azt hittem, hogy ez a kampány, hogy ennél rosszabb nem lesz, ennél több munka nem lesz. Hát összesen lehet hasonlítani, az egy sétagalop volt ehhez. Mióta polgármester vagyok én ebből a hivatalból, este 8 óra előtt még nem mentem el. Reggel 8-kor kezdek, este 8-kor, 9-kor végzek, és úgy érzem sajnos, hogy nagyon kevés ez a 24 óra.
mert hogy én eleve mindig is úgy dolgoztam, mióta egyáltalán felnőtt éveimet élem, hogy teljes erőbedobással, és én szeretek mindent azonnal elintézni, ahogy elém kerül. És egyszerűen annyi a feladat, hogy ezt én most nem tudom megtenni. És hát teljesen átalakult az életünk valóban. A férjem megtanult mosni, meg vasalni, a gyerekem most már nem velem megy haza az iskolából, hanem egyedül bandukol az esőbe, hóba, szélbe, és hát sokkal kevesebb időm jut most a családomra, de még kitart a lelkesedésük, meg a büszkeségük, úgyhogy egyelőre nincsenek, hogy is mondjam, szemrehányások otthon, hanem inkább igyekeznek mindenben segíteni, és én remélem, hogy egy pár hónap múlva egy kicsit a normálisabb kerékvágásba is visszatérhet az életünk. Igen, ugye nem mindegy, hogy ki kell dolgozik bent, emiatt is sok bírálatot kapott, hogy milyen alpolgármestereket választott maga mellé. Tehát a választások óta eltelt időben beigazolódott el, hogy ténylegesen szakmailag és emberileg is ez volt a jó döntés. Igen, egyrészt politikailag volt ez a jó döntés, másrészt pedig a két alpolgármester elképesztő munkát végez. A kétfarkú kutyák által delegált Döme Zsuzsanna van, hogy még nálam is később megy haza ebből a hivatalból. 10-12 órát hihetetlen energiával dolgozik ezért a kerületért, és hát olyan produktum az, amit ő itt letesz az asztalra. Itt azért már például a kerületnapján, vagy ezeknek a gyertyagyújtásoknak a megszervezésével itt már azért lehet látni, hogy ő miben jó, miben nem, folyamatosan szervezi át a kulturális területen az itteni, hogy is mondjam, egy kicsit poros, 70-es éveket idéző, begyöpösödött hozzáállást, és azt gondolom, hogy egy hihetetlenül prémium kulturális kerületet fog tudni varázsolni ebből a városból, és hát el kell mondjam, hogy a másik alpolgármesterem is, Reiner Roland, akit ugye az LMP delegált, ő is egy ilyen nagyon szívós, nagyon okos és nagyon tisztán látó fiú, aki pontosan felépíti, hogy ő hogy mit intéz el, és amit az ő hozzá tartozik, azt mindig nagyon-nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan tudja megcsinálni. Úgyhogy én egyelőre igazolva érzem magam ezekben a választásokban, de azt is látom, hogy itt annyi a munka, hogy bővíteni kell majd ezen a csapaton. Egyébként pedig ugye a kabinet, akik mellettem dolgoznak, akik az én legközvetlenebb munkatársaim, és ők összesen egyébként hárman vannak, eltekintve, vagy nem tudom, hogyha valaki egy picit is ismerős a politikai világban, azért a polgármesteri kabinetek azok 8-10 fősek ebben a városban, mármint Budapesten. Mi most összesen hárman vagyunk, szerintem 4-5-en leszünk talán a jövő év végére, de olyan embereket sikerült ebbe a kabinetbe hozni, és olyan embereket megnyerni a kerületnek, akikre hát én a fél karomat rábíznám, és úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon sok terhet tudnak levenni a vállamról. December 4-én a kerület napján ön elmondta, vagy hát a közönség elé tárta, hogy Gegesi Ferenc az ön példaképe. Hogyan és tehát mikortól datálható az önök ismerettsége, és hogyan segíti az ön munkáját azóta? 2014-ben én az Együtt tagjaként indultam itt képviselőjelöltnek, és az Együtt polgármester jelöltje volt Gegesi Ferenc. Én akkor ismerkedtem meg vele, korábban nem ismertem, nem találkoztunk, és igazából amikor ő ugye végül 170 vagy 200 szavazattal alul maradt, és nem ült be a testületbe, nem lett polgármester, ezt követően meg is szakadt a mi kapcsolatunk. Néha kértem tőle tanácsot, és a parkolással kapcsolatos ügyeket, azt az ő munkája által ismertem meg. Tehát amikor én elkezdtem foglalkozni a parkolással, akkor először az ő ezzel kapcsolatos nyilatkozatait, illetve
munkáját néztem végig, és hát főleg a parkolásos visszaélésekbe, vagy hogy pontosan ez mit jelent, hogy néz ki, hogy tudnak a parkoláson keresztül 100 milliókat lopni innen, ezt akkor értettem meg, amikor vele erről beszéltem. De más ügyekben tényleg évente egyszer-kétszer felhívtam, ő például hihetetlen agya van, ha megkérdeztem tőle egy évekkel korábbi költségvetés bármelyik sorát, akkor ő azonnal tudta, hogy azon milyen összeg volt, és azt mire költötték. Tehát voltak ilyen praktikus tanácsai, de igazából mi közösen együtt nem dolgoztunk egészen addig, amíg én most polgármester nem lettem. Viszont én nem hiszem, hogy azt a luxust megengedheti magának bárki, hogy egy ilyen múlttal, ilyen tudással és ilyen eredményekkel rendelkező polgármester segítségét és munkáját azt ne használja fel ennek a kerületnek a javára. Tehát ahogy én ezt a kampányban is többször elmondtam, tényleg minden héten egyébként legalább kétszer elmondtam, az egyértelmű volt nekem, hogyha polgármester leszek, akkor én Gegesi Ferencet fel fogom kérni arra, hogy segítse az én munkámat, hiszen még egyszer én még soha nem voltam polgármester, ő 20 évig volt, sikeresen vezette ezt a várost, olyan városrehabilitáció kötődik a nevéhez, amely máshol nem volt Budapesten, nagyon sokáig azon kevés kerületek közé tartozott Ferencváros, ahol pluszos volt a költségvetés, ahol nem volt soha hiány, tehát olyan, tehát tényleg ez felbecsülhetetlen, hogy ilyen városvezetésben, tapasztalatokban rendelkező aktív segítsége van egy újonc polgármesternek, azt egyszerűen nem lehet megfizetni, úgyhogy én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy Gegesi Ferenc elfogadta ezt a felkérést, és hogy segít nekem. Áttérve a képviselőtestületi ülésekre, amit most már ugye a lakosság is élőben követhet, hát itt elég gyakran tapasztalhatják a nézők is, hogy hogyan feszülnek egymásnak a különböző érvek, vélemények, és önnek sem mindig adnak igazat, de egy korábbi interjújában a Ferencváros újságnak adott azt nyilatkozta, hogy a támadások vagy az esetleges konfliktusok önt nem, hogy visszavetik a munkába, hanem inkább megerősítik, vagy inspirálják, hogy esetlegesen akár újabb frontokat is nyisson. Mondjuk gondolok arra, hogy ugye a Fidesz frakcióval is folyamatosak az ellentétek, Gyurákovics Andrea önkormányzati képviselő, ugye a Fidesz frakciónak a vezetője gyakran számunk írja önön, hogy miért nem elérhető az önön életrajza. Az én életrajzom azóta érdekli őket, amióta én a nyilvánosság elé tártam, hogy a Ferencváros újságot jó pár évig egy úszómesteri végzettséggel rendelkező ember vezeti, aki ugye a lakásügyei miatt már nem lehetett 2014-től önkormányzati képviselő, ahogy például Martos Dániel sem, hát mindkettőjüket megbízták egy-egy zsíros önkormányzati állással. Martos Dániel miután jó pár lakást, hogy is mondjam, rekvirált ettől a kerülettől. Igazgatóhelyettes lett az egyik önkormányzati cégben, millión fölüli fizetéssel, Veres László úr pedig az úszómesteri végzettségével a kerületi újságnak lett a főszerkesztője. Tehát értem én, hogy zavarja őket az, hogy én ezt szóvá tettem, és értem azt is, hogy emiatt ez a legerősebb riposztjuk, hogy én nekem 2014 előtt mi volt a foglalkozásom, vagy hogy nem ismerik az önéletrajzomat, de azt javaslom, hogy nézzék meg az én korábbi nyilatkozataimat, nyilvános minden azzal kapcsolatban, hogy én hol, milyen egyetemen végeztem, hogy én mi volt az eddigi foglalkozásom, az pedig, hogy ezen kívül mit csináltam, és milyen magánéletem van, vagy milyen a mi családunk, azt senkinek nem fogom az órára kötni, de pláne nem Gyurákovics Andrának, aki nem átalt a mi házunkba eljönni és a szomszédainktól kérdezősködni arról, hogy mi hogy élünk, hány gyerekünk van és milyen lakásban lakunk. Tehát én pontosan tudom, hogy Gyurákovics Andrának mire mennek ki ezek a támadásai, csak éppen nem érdekel.
Mit gondol, hogy a jövőben feloldható lesz majd valahogy ez az ellentét a Fidesz frakcióval, vagy igazából pont ez a jó, mert ez hajtja előre a politikát, vagy a munkát, hogy ezek mentén valahogy lehet dolgozni? Én nagyon várom azt a percet, amikor egyszer majd érdemi kérdésekről lehet a fideszesekkel vitatkozni. Ez a perc még nem jött el. Ők vagy erőből politizálnak, vagy pedig személyeskednek és személyes ügyeket firtatnak, és erre biztatják a saját legalja médiájukat is. Majd, amikor a városról beszélünk, meg arról beszélünk, hogy hogyan loptak el 100 milliókat, de egyébként hogyan nem újítottak fel házakat, hogyan hagytak embereket beázó lakásokban, penészes, dohos, WC nélküli házakban élni 9 évig, majd ha erről lesz szó, akkor én szívesen bármikor leülök velük, és ütköztetni lehet az álláspontokat. Ilyesmire ebben se az elmúlt 9 évben, vagy 5 évben, amióta én képviselő voltam, sem az eltelt 3 testületi ülésen sajnos nem volt példa, mert ez a fideszeseket nem nagyon érdekli. Visszatérve a saját célkitűzésekhez, ugye ön tiszta és átlátható hivatali működést, közéletet és utcákat ígért gyakorlatilag Ferencvárosba. Hogyan halad ez a munka? Nagyon sok mindenhez kezdtünk hozzá egyszerre. Gyakorlatilag minden területen megpróbáltuk elindítani a változást. Ez nem megy könnyen, hiszen azért alig több, mint egy hónap telt el, de az alapokat most már elkezdtük lerakni. Ha az utcák tisztaságáról beszélünk, akkor ugye már megtörtént az, hogy felmértük, hogy milyen takarítógépeket lehet elérni a piacon, melyeket működtetik más kerületek, vagy melyekkel elégedettek más kerületek, ahol működnek ilyen takarítógépek. Elindult a piackutatás, hogy így mondjam, és hát tavaszra, amire ugye időszerű lesz ezeknek a gépeknek a munkába állítása, addigra be is fogjuk őket szerezni. Ez volt az egyik ígéretem. Az átláthatóság, a tiszta működés, az ugye például az, hogy mi itt ülünk és így beszélgetünk, az az egyik jele. Az is, hogy az összes nyilvános önkormányzati ülésről, legyen az bizottsági ülés, vagy legyen közmeghallgatás, vagy testületi ülés, ezeket élőben lehet követni, vissza lehet nézni. Megpróbáljuk az összes eddig kötött és ezután kötendő szerződést nyilvánossá tenni, kereshető formában, jól rendszerezve a Ferencvárosi honlapra feltölteni. Ugye ez még egyelőre nehézségekbe ütközik, mert ez a terület jelesül a honlap, a Facebook oldal üzemelése, a helyi újság, a helyi nyilvánosság. Ezek olyan módon terheltek különböző kamuszerződésekkel és különböző munkát nem végző embereknek a státuszának a megszüntetésével, hogy például még nem vagyunk teljesen birtokában most sem a ferencváros.hu-nak, úgyhogy amint ezeket is rendbe tesszük és tisztába tesszük, minden nyilvánossá teszünk, ami ebben a kerületben működik, vagy ami egyáltalán ebben a kerületben történik, illetve most rakjuk össze a jövő évi költségvetést, ahol sokkal nagyobb hangsúlyt fog kapni az, hogy a lakásokat, a kerület tulajdonában lévő önkormányzati bérlakásokat komfortosítsuk, illetve megpróbáljuk élhetőbbé tenni azonnal, hogy azoknak se kelljen évekig várni, akiknek a teljes házfelújítása az most az első évben vagy a második évben nem történik meg. Nagyobb hangsúlyt fog kapni a kultúra, több pénz fog jutni szociális ellátásokra, és hát igyekszünk a kerületi képviselőknek is egy kicsivel több mozgásteret adni ahhoz, hogy az ő közvetlen környezetükben lévő problémáknak a megoldása, ahhoz ne kelljen mondjuk kilincselni, vagy költségvetést módosítani, hogy arra jusson pénz, hanem legyen egy saját keretük, amiben az ott élők, akik közvetlenül hozzájuk fordulnak, az ő gondjaikat azonnal meg lehessen oldani.
Ugye az ön kampányának az egyik elsődleges eleme volt a parkolás is. Januártól várható ennek a kitisztulása is? Igen, ezt erre nagyon büszke vagyok. Pontosabban leszek majd január 2-án, remélem, mert talán az első kerület leszünk Budapesten, akik valóban saját kézbe veszik a parkolás üzemeltetést, és hogyha ez megtörténik, akkor hát 3-4-5 hónap múlva már olyan számokat is tudunk mutatni a közvéleménynek, ami bizonyítani fogja azt, hogy itt lehet sokkal-sokkal gazdaságosabban és hatékonyabban parkolást működtetni, és meg tudjuk mutatni azt, hogy mennyivel maradt több pénz a kerületben akkor, hogyha ezt valóban átláthatóan és tisztán és korrupciómentesen tesszük. Úgyhogy nagyon várom egyrészt a január 2-át, hogy zökkenőmentes lesz-e az átállás, másrészt pedig a következő fél évet, hogy lássuk az eredményeket. Azért vagyok egy picikét megijedve, mert hogy láthatóan ez az eddig itt működő tolvajcég, akinek ugye a vezetője a Centrum per hatodrendű vádlottja és 1,5 milliárdos hűtlenkezeléssel és adócsalással vádolják, ők azért nem nagyon akarják itt elengedni ezt a kerületet, és bizony gördítenek akadályokat, hogy mi ne tudjuk ezt rendesen átvenni, és ne tudjunk, hogy is mondjam, nélkülük üzemeltetni még, de mi nem engedünk, és semmiképpen nem lehet olyan ebben a kerületben, hogy azok, akik itt 9 évig ennyi pénzt elloptak, azok bármilyen módon itt maradhassanak 2020-tól. Másik nagyon fontos téma például a környezetvédelem is, az is nagyon fontos ön számára, és nem csak a kerület határain belül, hanem kerületen túlnyúlóan is vannak törekvései, gondolok itt a Kis-Duna ágnak a szeretetére. Honnan jött önnek ez a téma? Hát ugye én az Együttben környezetvédelmi szakszóvivő voltam, amíg volt pártom, addig volt egy ilyen pozícióm. Nekem nagyon fontos a zöld politika, és azt gondolom, hogy egyre fontosabb a városnak, az országnak és az egész világnak is, és az a cselekvő zöld politika, ami nem merül ki a konferenciákra járásban, meg abban, hogy vegán életmódot folytatnak a zöld politikusok, hanem megpróbál tenni is, és konkrét ügyeken keresztül tenni a környezetünkért, illetve a klímaváltozás ellen, az egy nagyon fontos politikusi hozzáállás, és én nem szeretném, hogyha ez háttérbe szorulna akkor, tehát most így a polgármesterségem mellett is, ezért minden olyan ügyet, amit elkezdtem zöld politikusként, igyekszem befejezni. Itt ugye az egyik legfontosabb ügyem, ami a kerületnek is a legfontosabb, az az illatos út TBVM telep kármentesítése. Ott már ugye elértük azt, hogy elszállítsák és megsemmisítsék azt a 2300 tonna veszélyes vegyi hulladékot, amit ott tároltak. Elértem azt, hogy lebontsák az ott lévő szennyezett technológiát, gépeket, illetve épületeket szintén, és elszállítsák, megsemmisítsék, és hát most az a fázis van, amikor a zöld hatóság méri fel, hogy a talajban, illetve a talajvízben most hol tart a szennyezés, mekkora, milyen mértékű a szennyezettség, és hát nagyon remélem, hogy a következő években már pénz is jut arra, hogy ezt a szennyezettséget teljesen felszámolják, tehát a talaj és a talajvíz kármentesítése is meg fog történni. Én ezzel az ügyel ugye 2015-ben kezdtem el, nem álltam le, a mai napig dolgozom rajta. Pár hónappal ezelőtt is jártam az illatos úti telepen, folyamatosan nyomon követtem ezt az ügyet, és hát ugyanez a Kis-Duna szennyezésének az ügye is, amely azért jelentős részében Ferencvárost is érinti, hiszen a Ferencváros az LSD, tehát a Ráckevésoroksári Dunaág partján van. Rengeteg olyan terület van a Kis-Duna partján, amit egyébként lehetne használni rekreációs, pihenő célra, de soha senkinek eszébe se jutott, hogy rekultiválja, vagy rendezze, vagy akár csak egy pár padot tegyen le a Dunapartra, vagy szemeteseket, és ezzel megkönnyítse azt, hogy az emberek használatba vegyék.
Úgyhogy túl azon, hogy a szennyvíz szennyezettségét most már sikerül a minimálisra csökkenteni, hiszen ugye elértem azt ennek a bizonyos záportározónak a megépítését, illetve azt, hogy a szennyvíztelep tisztított szennyvizét majd átvezessék a Nagy-Dunába. Tehát túl ezen most a Ferencvárosi Rendezvényközpont és Szabadidős Park megépültével lesz egy olyan nagy terület a Dunapartján a ferencvárosiaknak, amit végre a Duna közelségében pihenésre és szórakozásra lehet majd használni. Hogyha már zöld dolgoknál tartunk, akkor egy másik fontos téma, de inkább sport, tehát a Fradi, ami ugye Ferencvárosnak nagyon fontos identitás formáló eleme. Talán lehet, hogy ebben vannak homályos foltok, és nem teljesen világos mindenki számára, hogy ön hogyan alakítaná át a Fradihoz fűződő támogatásokat. Igen, a Fradinak, mint élsport klubnak nincsen szüksége támogatásra. Ez az 50-70 millió forint, amit a Ferencvárostól kap, ez nekik apró pénz, és az elmúlt évek gyakorlata szerint ezt főleg adminisztratív dolgozók bérköltségére fordították. Én nem gondolom, hogy ez sokat használna Ferencvárosnak vagy az itt élőknek, viszont arra szükség van, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk a Fradiban akarnak sportolni, mert tehetségesek és versenysportolni szeretnének, de nem tehetik meg, mert nem tudják kifizetni a tagdíjakat, nem tudják kifizetni a sportfelszerelést, nem tudják kifizetni a sporttáborokat, stb. Szerintem jó sok szülő tudja, hogy miről beszélek, akiknek versenysportul a gyereke. Szóval ezeket a gyerekeket akarjuk meg egyrészt támogatni, másrészt pedig azt a pénzt, amit itt sportra szánnak, vagy szánunk, és a kerület nem kevés pénzt szállni erre, azt mondjuk tömegsportra, meg valóban diáksportra fordítsuk, ne csak papíron, mint eddig. Most rengetegféle téma felmerült, de így év végével mi az, amire mégis a legbüszkébb ebben az évben, amit sikerült végigvinni? Hát talán az előválasztást. Arra nagyon büszke vagyok, mert az előválasztáson elért eredmény az azt mutatta meg, hogy lehet pártok nélkül is elnyerni az emberek bizalmát olyan módon, hogy fontosabb lesz egy politikusnak a teljesítménye, mint az, hogy milyen pártok támogatják. És ez a helyi politikában szerintem nagyon fontos. A helyi politikában sokkal fontosabb az, hogy valakinek személyesen legyen hitele a munkája által, mint az, hogy milyen nagy pártnak vagy kisebb pártnak a képviselője. Most itt az ünnepekhez közeledve, az év végéhez közeledve lesz azért idő egy kicsit pihenni. Nagyon más lesz ez a mostani karácsony? Nagyon más lesz, mert nincsenek otthon kimosva a függönyök, ilyen még velem nem fordult elő, mióta családom van. És hát ma vettük meg a karácsonyfát, amit szintén már hetekkel korábban beszoktunk szerezni. Igazából még a töltött káposztához sincs meg minden, szóval van még egy napom, hogy bevásároljak, viszont hát ugye nekem nagy a családom, 4 gyerekem van, barátokkal, barátnőkkel, mindenféle csatolt részekkel, vendégjárás lesz, úgyhogy egy kicsit tartok tőle, hogy most nem lesz olyan a terített asztal, mint szokott, de szerintem ami a legfontosabb, hogy mindannyian együtt tudunk lenni otthon, az most is meg lesz. Akkor jó pihenést kívánunk, és áldott, békés, boldog karácsonyt, és nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést. Reméljük, hogy lesz még erre lehetőség a jövőben is. Én köszönöm, és boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. Nézőinknek is boldog karácsonyt kívánunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és követtek minket. Jövőre is tegyenek majd így, munkatársaim nevében is. Sikerekben gazdag új évet kívánok! 9.tv, Ferencváros televíziója. Nekem bejön.
Természetesen mindig történik egy átadás, átvétel a régi és az új polgármester között. Nem fogott kezet akkor Baranyi Krisztinával. Miért nem? Szavaztak az ön szabadság megváltásáról. Mit érzett ön akkor, amikor ott az emberek érveltek ez ellen vagy mellett? Mit gondol most, hogy a következő önkormányzati választásokon elindulna? Mik a Fidesz frakciónak a lehetőségei ebben a testületben?